Amikor a Benfica egy nemzetközi kupadöntő előtt áll, a média mindig egy átokról beszél. Kevesen tudják pontosan, hogy miről is van szó, az pedig még kevésbé, hogy mi köze van ehhez egy magyar edzőnek. Gutmann Béla egy igazi világutazó edző volt. Menedzsel csapatot Argentínában, Brazíliában, Cipruson és Olaszországban is, de a legnagyobb eredményeit kétség kívül Portugáliában érte el, a Benficát irányítva. A Portóval szerzett bajnoki cím után igazolt a rivális Benficához 1959-ben. 3 éves regnálása során kétszer nyert bajnokságot, egyszer portugál kupát, valamint kétszer a Beck trófeát is elhódította. Az utóbbi döntőkben az aranycsapat klasszisaival nézett farkas szemet, hiszen előbb a Cibor és Kocsis film jelezte Barcelonát győzte le a berni döntőben 3-2-re, majd Puskás Ferenc és a Real Madrid is meghajolt a döntőt 5-3-ra nyerő lisszaboniak előtt. Érdemes emellett még Gutmannal kapcsolatban két dolgot megjegyeznünk, hiszen a magyar szakember fontos tényezője volt az 50-es és 60-as évek futballjának. Először is, dél-amerikai évei alatt ő honosította meg Brazíliában a 4-2-4-es formációt, amivel a brazil válogatott 1958-ban elhódította az első világbajnoki címét. Egy másik fontos pont a történelemkönyvekben egy mozambiki felmenőkkel rendelkező fiatal pályára küldése a Victoria Setúbal ellen 1961-ben. A futballvilág ekkor hallhatta először Eusébio nevét. Na de térjünk a lényegre! Az 1962-es döntőt követően Gutmann úgy gondolta, a sikerek elég indokot biztosítanak számára, hogy fizetésemelést kérjen dr. Antonio Mundrungától, a Benfica akkori elnökétől. Válaszul csak annyit kapott, hogy a győzelmi prémium nem szerepel a szerződésében, és emelni sem fognak a fizetésén. A magyar edzőnek több sem kellett, idegesen távozott az irodából, és ezzel együtt a Benficától is. Búcsúzóul csak annyit mondott Mundrungának. Mostantól 100 évig nem fog a Benfica európai kupát nyerni. Arra talán senki sem gondolt, hogy 56 évvel az eset után még mindig élnek majd Gutmann szavai. És az 1981-ben elhunyt edző átka sorra gáncsolja el a portugál rekordbajnok próbálkozásait a nemzetközi porondon. 1963-ban a magyar szakember távozását követő évben az AC Milánnal játszott Beck-döntőt a 36-szoros portugál bajnok. És ugyan a második félidőre még 1-0-ás vezetéssel fordulnak, az olasz csapat megfordítja az összecsapást és 2-1 arányban megnyeri a trófeát. 1965-ben ismét döntős a Benfica, de az olasz Internazionale 1-0-ra nyeri meg a milánói összecsapást. 1968-ban hiába volt ott a pályája csúcsán lévő Eusébio, a Beck serleget a Bobby Charltonnal felálló Manchester United hódítja el a Wembleyben. 15 év telik el, mire ismét döntőbe jut a lisszaboni együttes. A Sven Göran Eriksson menedzselte csapatot ezúttal a belga Anderlecht intézi el 1-0 arányban, az 1983-as UEFA kupa fináléjában. 5 évvel később 11-esek pecsételik meg a vörösök sorsát. Ellenfelük a PSV Eindhoven a 0-0-ás rendes játékidő után a 11-es párbajt 6-5-re nyeri meg a holland csapat. 1990-ben a Beck döntő előtt egy nappal Eusébio a döblingi temetőbe ment imádkozni Gutmann sírjához. Az ima látszólag nem hallgatott meg, hiszen Ricard góljával 1-0-ás győzelmet aratott az AC Milán a bécsi összecsapáson. Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a magyar edző szellemének megbékítésére. 2012-ben még szobrot is emelt a Benfica csapata a korábbi siker Kovácsuk emlékére. De ahogy látni fogjuk, ez sem volt elég. 23 évvel a sikertelen ausztriai döntő után ismét serlegért vív a Benfica. Ezúttal az Európa Ligában, ellenfele pedig az angol Chelsea. Fernando Torres a londoniak csatára szerzett vezetést, amire Cardozo egy büntető értékesítésével válaszolt. Egészen a 93. percig döntetlenre állt a meccs, ekkor azonban jött Branislav Ivanovic, és a 7. serleget is kiütötte a lisszaboniak kezéből. Jorge Jesus egy évvel később ismét döntőbe vezényli a csapatát, de a portugál csapat ismét vereséget szenved, ezúttal büntető párbajban a spanyol Sevilla ellen.
Már 58 éve, hogy egy magyar edző úgy érezte, hogy a klubbal elért sikerek érnek némi anyagi kompenzációt, de kérése zárt ajtóba ütközött. Hátat fordított, majd búcsúzóul olyan szavak hagyták el a száját, amik a futball babonás világában mély gödröt ásva tartják fogva a 36-szoros portugál bajnok Benficát. Szerintetek a közeljövőben megtörhet ez az átok? Vajon 2062-ben már lesz esélye a Benficának egy európai trófea magasba emelésére? A válaszotokat írjátok le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!